Már itt az elején leszögezném, hogy valamilyen bogár invázió ellepett minket, és valami kamikáze módon ránk vetették magukat, és itt a tengerparti videóban szinte végig csipkedtek minket. Úgyhogy ezért van az, hogy szinte végig csapkolászok jobbra-balra. Sziasztok, ez itt a második napunk itt Tel Avivban. Délután 3 óra van, ma már voltunk a Kármel piacon, ott reggeliztünk, vettünk zöldségeket, vettünk nagyon sokféle finomságot, illetve lejöttünk most a tengerpartra egy kicsit fürdeni. Egy kicsit szeretnék beszélni a tegnap estéről, nagyon jól éreztem magam. Eszméletlen volt. Nagyon sok minden nem jött át a tévéből, mert én is láttam ilyen nagy képernyőket, ahol ment az élő adás, és nagyon sok minden nem jött át, ami átjött az élő adás alatt. Eszméletlen volt. Hihetetlen élmény. Egyik legmeghatározóbb eurovíziós élményem. Úgyhogy megéri, tényleg megéri élőben nézni ezeket az előadókat. És akkor a továbbjutók, Ciprus nagyon ügyes volt, esélyes is volt a továbbjutásra, azt hiszem még én magam is a videómban továbbjutásra szántam őt, úgyhogy ügyes volt, jó kis buliszám volt. A következő továbbjutó egy meglepetés volt, Szlovéniából a Sebi című szám. Azért volt meglepetés, mert ez nem is egy külön zene, hanem ez inkább egy ilyen művészeti előadás. Nekem tetszett, úgyhogy szerintem ez egy korrekt kis továbbjutás volt. Következő továbbjutó Csehország, Friends of a Friend. Hát, én ezzel nem értek annyira egyet. Jó kis catchy dalocska, teljesen hallgatható, viszont szerintem nagyon felületes, nekem nem annyira tetszik, de hát kinek mi. Fehér Oroszország, Zena Like It. A szomszéd, a pattársam azt mondta az előadás közben, hogy ő egy kicsit olyan, mint ilyen Britney Spears hasonmás, és őt valamilyen tévé meg is kérdezte ott az előadás előtt, hogy mit gondol Zenának a Like It című számáról, és azt mondta, hogy igazából nem szereti, úgyhogy nem jó embert találtak meg, de hát ezt leadta ő a riportba. Vállalta, ő ezt így gondolta. A következő továbbjutó, Szerbia, Kruna című számmal. Hát ha valaki megkérdezi tőlem, hogy ki az, aki biztos, hogy nem fog tovább jutni, és tegyek rá valamennyi pénzt, a Szerbia lett volna, és hát mégis tovább jutott, úgyhogy ezt nem is nagyon értettem. A következő továbbjutó Ausztrália volt. Ausztrália hihetetlen volt. Nagyon szerették ott a élőben, nagyon hangosan tapsoltak neki, nagy ováció fogadta őket. Nagyon sokan tapsoltak neki az elején, nagyon sokan tapsoltak neki a végén. Nagyon imádják Ausztráliát, és eszméletlen volt, hogy ott egyetlen egy rúdon, ott hárman, ugye az énekes és a két táncos, ott hárman mozogtak jobbra-balra. Fú, volt egy pillanat, hogy az egyik táncos teljesen így ki volt hajolva, és még ő ráhajlott is. Nagyon brutálul nézett ki, nagyon tetszett nekem. Ez volt az egyik csúcspontja az éjszakának. Következő Izland, Hatariék. Hát, ez egy nagyon érdekes kis formáció. Nagy nézőközönsége volt nekik. Izlandból eljöttek a kis táboruk. Különlegesek, nagyon, nagyon különlegesek. Észtország, Storm című számára nagyot bulisztunk ott a többiekkel, az nagyon jó volt. Görögország, Katerina Duska Betöllával, hát nekem az egyik esélyesem, nagyon tetszett nekem. És végül San Marino, Serhat Szély Nananna című száma. Hát, Serhat egy jópofa kis ember, vicces, de én nem gondoltam volna, hogy tovább jut, meg szerintem senki sem, még szerintem ő sem gondolta, de hát így történt. Hát sok meglepetés történt így a továbbjutásokkal, és még valakiről ugye nem beszéltem, Jociról, nagyon szépen adta elő. Még akik mellettem ültek, izraeliek, ők mondták, hogy nekik is nagyon tetszik, és szerintük is biztos továbbjutó, illetve a másik mellettem ülő, az ukrán srác, ő is azt mondta, hogy biztos benne, hogy tovább fog jutni. Hát nem így történt, sajnálom, hogy így alakult, viszont ettől függetlenül szerintem egy nagyon jó szám volt. Jól sikerült szerintem ez az esemény, nagyon jó volt. Majd következőnél is, illetve Facebookon élőztem, úgyhogy aki ismerősöm nézze meg, és még nem látta a Facebook, fel is töltöttem az élő videóimat, szerintem jó lett. Mai napon itt a tengerparton egy kicsit így fürkcsízünk, uszikálunk, aztán pedig majd valószínűleg este itt megnézzük majd itt a színpadot, van ilyen euróvíziós falu, van itt ilyen euróvíziós színpad, ma ugye nincsen elődöntő, se döntő,
Egyelőre most ennyi. Na, visszaérkeztünk a partról, most gyorsan megvacsorázunk, és sietünk, hogy visszaérjünk a naplementét, hogy megnézzük közösen, és utána még megnézzük az Euróvíziós falut. Szerintem még este ott lesznek koncertek a parton, lesznek különféle előadások, különféle jó kis programok. Aztán nagyjából mára ennyi is elég is lesz, mert egy kicsit ilyen pihenősebb napra sikerült ez a mai, de így a tegnapi után ez így ránk is fért, aztán holnap meg jön a második elődöntő. Tel Avivban évi 300 napon süt a nap, gyönyörű, hogy a vörös korongot megjelenik az ég alatt. És tulajdonképpen egy utcára lakunk a parttól, úgyhogy nagyon nem is kell sokat sétálni. És most megmutatom azt a közlekedést, amiről már beszéltem. Itt ha akar, ha nem, bárki dudál, akár indokolt, akár nem, tehát mindig dudálnak. Most megmutatom a közlekedést. Rengeteg autó, és mindenki mindenfele megy. Na, gyerünk! Itt egy kicsit dinamikusan kell közlekednünk, itt nagyon kell figyelnünk arra, miközben átkelünk. Egyébként Tel Aviv, Izrael második legnagyobb városa, bő 400 ezer laknak így itt, hogyha így a szűk város nézzük. Jeruzsálem ugye a legnagyobb városa, azt nemzetközileg sokan nem fogadják el, hogy az a főváros, viszont hivatalosan Jeruzsálem Izraelnek a fővárosa. Amiről már beszéltem itt a forgalomról, itt meg is mutatom nektek, nagyon nagy itt a forgalom, hatalmas, és ember-embertelen dudál, de jobbra-balra. Ilyenkor az emberek kimozdulnak otthonukból, illetve amikor végeznek a munkával, akkor ilyenkor jönnek ki. Azt mondják Tel Avivról, hogy ez a 0-24 buli városa, itt mindig megy az élet és mindig pörög. Igen, halljuk itt háttérben a dudákat. Itt helikopterek járnak föl alá, hajók köröznek, eszméletlen. Illetve van egy úgynevezett white party, fehér party, ami konkrétan nem tudom, hogy mit akar, viszont nagyon hangulatos, hogy mindenki fehérbe öltözik, kiülnek a partra, világít a gyertya, eszméletlen. Ha itt végighaladunk ezen a hosszú úton, ahogy sok autó áll, akkor eljutunk az Euróvízió faluhoz, illetve ott háttérben van egy nagyon nagy színpad, és ezen a színpadon szoktak nem feltétlen Euróvíziós fellépők, vannak, amikor Euróvíziós fellépők is felmennek a színpadra és adnak elő valamilyen dalt, viszont ezen szoktak más előadók, egyéb ilyen kis koncerteket adni. Itt folyamatosan Tel Avivba pörög az élet, nagyon látványos és nagyon hangulatos ez az egész Tel Avivi éjszaka. Én azt mondom, hogy ha bárki is egy kicsit gondolkodik azon, hogy Tel Avivba eljöjjön, vagy Izraelbe, mindenképpen megér és ne hezitáljon, ne várjon sokat, jöjjön el, vegye meg a repülőjegyet, keresjen egy nagyon jó szállást, teljesen élhető, nagyon jó kis város, úgyhogy én mindenképpen ajánlom, hogyha ez nektek tetszik. És ha arra végig sétálunk, akkor eljutunk az Euróvíziós falhoz.
Hát gyakorlatilag megérkeztünk az Eurovíziós faluba, hát nem sejtettem, hogy ekkora nagy fesztiválba csöppenünk, mindenhol van kajáda, zene, színpad, nagyon sok óriás kerék, nettáról, ugye a tavaly győztesről szobor, úgyhogy hatalmas, nagyon sok minden van itt, vágó felvételek, hadd jöjjenek! Szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Holnap találkozunk, újabb kalandokban lesz kis közös részünk, és én akkor most megyek és alszom is egyet. De hogy itt alszom.